Sziasztok, én Christopher vagyok, és üdvözlök mindenkit itt a vlog sorozatom 9. epizódjában, ahol a gyönyörű Tájföldre utaztunk egy rövid kiruccanásunk alkalmával. Ebben a részben a vágóképek mellett egy pár infót is szeretnék majd nektek elhinteni, hogy milyen is ez az ország, aki esetleg pedig kedvet kapna hozzá, az mit tegyen, hova menjen, hova utazzon és mit tekintsen meg. Na de ne is szaladjunk előre, kezdjük inkább a legelején, hogyan jussunk el a reptérről a belvárosig Bangkok szívébe. Erre három opció van. Az első az, hogy taxit választunk, a második az, hogy felülünk a buszra, és van a harmadik, ami pedig a reptéri transfer. Nos, mi ebből a taxit választottuk, és hát nem volt a legolcsóbb. Azzal számolni kell, hogy aki a taxit választja, az igazából ugyanolyan árakon működik, mint hogyha itt Magyarországon foglalnánk egy taxit. Minket a reptértől a szállodáig 1300 botért vittek be, ami átszámolva olyan 13 és 13500 forint között van, tehát semmiképp nem olcsó. Ugyanakkor nagyon-nagyon lehet velük alkudozni, és azt ajánlom, hogy kell is. A városba érkezve, és pontosabban a szállodába megérkezve már egyszerűbb a dolgunk, ugyanis hogyha kimegyünk a szálloda elé, szinte minden a szemünk előtt van. Célszerű ilyenkor választani a negyedik opciót, ez pedig nem más, mint a tuk-tuk nevezetű kis autók, amik igazából motorkerékpárok átalakítva kis kocsikká. Egyébként ez az egyik legjobb és szerintem a leggyorsabb is, hogyha valaki Bangkok városában szeretne eljutni A-ból B-be. Aki egy kicsit is szeret enni, annak ez egy tökéletes ország, mint ahogy nekem is az volt. Itt mindenhol étel van, de szó szerint, akár merre nézünk, szinte mindenhol kajába fog botlani a szemünk. Mi szinte csak az utcán ettünk, a szószoros értelmében, ugyanis az eredeti, tradicionális tájkajákat ott állítják elő a legjobban. Természetesen mehetünk étterembe is, de a többletárért cserébe sajnos nem kapjuk azt a fajta plusz minőséget, mint amit mondjuk esetleg a kinti kajádáknál. Végeztünk a nagyvárosban, célszerű valamelyik vízparti várost választani, mi ezek közül Pattaját választottuk, ugyanis az volt az egyik legközelebb, és a legtöbb látványosság szerintünk még ott volt. Természetesen, aki esetleg máshova szeretne menni, annak tudom ajánlani még Phuketet vagy Koh Samuit. Pattajára megérkezve, visszatérve a transportra, célszerű egyébként egy robogót bérelni, ugyanis ez körülbelül naponta olyan 250 baht, ami 2500 és 3000 forint között van. Aki viszont nem barátkozna meg a baloldali közlekedéssel, annak még tudom ajánlani az itteni kis buszokat, amik igazából pick-upok, és csak fel kell ugrani a hátuljára, majd letesz ott, ahol igazából megnyomjuk a csengőt. Ez egyébként nagyjából 100 forintnak megfelelően visz be minket a szállodától a városig. Mi a tengerpartozás után egyből a városba vettük az irányt, ahol megnéztük a híres nevezetes Walking Street-et. Nos, 2 kilométeres szakaszon jobb és bal oldalt csak klubok végig. Tehát aki esetlegesen úgy dönt, hogy nem pihenni, hanem éppenséggel bulizni jön ki, az itt biztos, hogy jól fogja magát érezni. Aki viszont a bulizás helyett a túrázást választja, annak tudom ajánlani a Nong Nocs nevezetű botanikus kertet, ami egyben egy dinoszaurusz park is. Itt 30 hektáron keresztül sétálhatunk a különböző fajta botanikus virágok között, és megnézhetjük igazából a legnagyobb életnagyságú dinoszauruszokat is, amiket valaha építettek.
külön nagy élmény, hogyha valaki szereti az állatokat, az Elephant Sanctuary, ami igazából egy safari túra az elefántokkal. Itt simogathatjuk, megetethetjük őket, játszhatunk velük, megmosdathatjuk, és később még képet is csinálhatunk velük. Mondanom sem kell, hogy az egyik legnagyobb élmény, aki Thaiföldre megy, ugyanis itt az elefántokat becsben kezelik, és nagyon-nagyon vigyáznak rá, és gyönyörű látvány az, hogy ezek az állatok igazából mennyire szeretik az embereket. Ennyi fért bele ebbe az epizódba is, köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett a kis összeállításom. Aki pedig esetleg kedvet kapott volna ehhez az országhoz, annak úgy szintén bátran, nagyon is merem ajánlani. Ha tetszett ez a kis rész, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, majd bekövetni Facebookon és Instagramon. Sziasztok!